Sziasztok! Itt vagyunk Budapesten a 16. kerületben, a Korvin Mátyás gimnázium előtt, ahonnan többen is megkerestek minket az itteni tanári helyzettel kapcsolatban, ugyanis egy olyan szintű tanárhiány állt elő ebben az iskolában, ebben a gimnáziumban, hogy az idei érettségi megtartása is veszélybe került. Ezt a megkeresést bár innen kaptuk, ugyanakkor ez nem egy lokális probléma, hanem az egész országban jelen van, és ennek ugye az elsődleges okai egyrészt a tanárbérekkel kapcsolatosak, amelyek ugye a diplomás átlagbért meg sem közelítik, valamint azzal is kapcsolatosak, hogy a bürokratikus tevékenységük viszont egyre növekszik, és ez ugye nyilván a tanítás mellett kivitelezhetetlen. Valamint ennek következtében a tanári pálya előregedéséről is kell beszélnünk. A tanároknak csupán 5% a 30 év alatti, és ez beláthatatlan következményeket idézhet elő. Gyakorlatilag nem lesz, aki tanítsa a jövő nemzedékét, nem lesz, aki tanítson minket és felkészítsen az életre. Ilyen mondatoknál meg majdnem, hogy dobtam egy hátast, hogy a digitális tábla vagy a számítógép nem helyettesítheti a pedagógust. Pedig ez ki mondta, fontos. Hogy helyettesít? Tehát mondta valaki, hogy robotok fognak tanítani, meg digitális tábla mondja el a tananyagot. És itt állunk az említett gimnázium előtt Villás Tamással, budapesti ifjak taggal. Ő volt az egyik, aki jelezte nekünk ezt a problémát és felhívta a figyelmet, hogy ezzel foglalkoznunk kell. És egy pár kérdéssel fordulnék is hozzád. Mikor és minek hatására kezdődött ez a tanárhiány, mik voltak az okok? Ezekből párat tudsz mondani. Persze. Nagyjából ugye a választások után már kezdődött egy aféle hangulatingadozás, ugye a beígért ígéretek miatt, amik ugye még manapság is csak ígéretek. Maga a tanárhiány az inkább mostanában kezdődött el egy pár hete. Most lett olyan hírek ugye a tanári karból is, hogy ez a tanár fel fog mondani, valaki már ma beadta a felmondási. Már konkrétan a mai napon? Így a napokban, szóval ő csak április végéig van. Akkor még a tanévet se sikerül mondjuk ennyi tanárral lebonyolítani. Ez érdekes, és ami még érdekesebb, említettél pár okot már nekem így privátban, milyen okok miatt hagyják el itt konkrétan a mögöttünk látható gimnáziumban a tanári pályát. Ugye a sok tanár most érkezik el oda, hogy a PET2-t kötelező ugye megcsinálnia. Ezt pár év múlva, amikor tanári pályára lép egy tanár, akkor egy pár év múlva meg kell csinálnia kötelezően ezt a vizsgát, ami egy aféle vizsga, ugye, hogy képes-e tanítani még, bár ugye ez nem egy vizsga, tudná szerintem én ezt. És akkor erre hivatkoznak, hogy a PET2-t a munkaidőjükön túl, egyéb ilyen feladatok mellett nem biztos, hogy meg kívánnák csinálni. Amiről szintén mi már beszéltünk így privátban, hogy a PET2-n kívül, meg hát nyilván a béreken kívül van még egy olyan ok, ami miatt a tanári kar csökkent, és több tanár elhagyta a mögöttünk látható gimnáziumot. Mi ez az ok? Mi ez az ok? Tavaly volt ugye a kötelező oltás, ott, ha mondhatjuk, csak kettő tanárt bocsájtottak el. Az egyik nem akarta felvenni, a másik pedig nem is tudta volna felvenni az oltást. Akkor olyan egészségügyi helyzetben volt, vagy átesett már a koronavíruson? Egészségügyi állapotok miatt. Egészségügyi állapotok miatt. És akkor kettő tanár a Covid oltások miatt hagyta el ezt a gimnáziumot. Van-e olyan információtok, hogy ezek a tanárok, akik elhagyták a gimnáziumot, merre mennek tovább, maradnak-e a tanári pályán, vagy teljesen új életet kezdenek? Az egyikről biztos információnk van, az a volt angol tanárunk, magántanárként folytatja. Akkor kikerül úgymond az állami rendszerből. Igen, de a többiről nincs nagyon információnk. Egyről van egy halvány, neki bejött az élet, egyik tudunk róla is. Igen, ez is szomorú, hogyha tanárokkal kapcsolatban beszélünk, akkor amikor elhagyják a tanári pályát, akkor jön csak igazán be nekik az élet. És ti diákok, mit tapasztaltok ebből a tanárhiányból, adott esetben felügyelő tanárok, napközis tanárok szűkösebben vannak, vagy mit tapasztaltok? Volt szűkös, ugye tavaly, mikor elment az a kettő tanár, az egyik minket tanított, ugye pont angolból, és már akkor két hét lemaradással voltunk, mivel nem volt ki helyettesítsen. És utána is elég sok munkával járt az, hogy egy teljesen új órarendet kellett ugye az egész iskolának csinálni, gyártani. A másik tanárról nincs információm annyi. Annyit tudok, hogy matek tanár volt, meg magyar. Ugye pont kettő érettségi tantárgy, így ők is ugye le voltak maradva. De most épp hogyosan meg lett oldva ez a probléma. Szóval akkor
arról beszéltünk, hogy épp hogy megvan oldva, de egy ideális működéshez, egy minőségi oktatáshoz számításaitok szerint, vagy számításait szerint körülbelül hány pedagógus hiányozhat gimnáziumból? Minimum 10. Természettudományi tanárok közül van összesen most 3, vagy nem most van 4, és 3 lesz április végétől. És az egész iskolában összesen egy biológia tanár lesz, ami hát úgy érzem, hogy nem fogja úgy végezni akkor a munkát túlterhetség miatt, mint ahogy kéne. És így van. És veszélyezteti ez így az olyan diákok tanulmányait, akik ugye a biológia felé próbálnak menni. Egyrészt ezt is veszélyezteti, másrészt viszont van egy olyan az fiatalok életében mindenki számára bekövetkező feladatnak, vagy időpontnak, amit ugye a gimnázium végén meg kell csinálni, és az érettségi. Mi a helyzet az érettségivel? Volt arról is szó, hogy esetleg az is veszélybe kerülhet? Most eléggé veszélybe van kerülve, mivel ugye, mint mondtam, az ez egy biológia tanár nem tudja felkészíteni azt az egész iskolai diákságot, akik biosz érettségit esetleg középszinten vagy emelt szinten szeretnének majd letenni. De mostani információnk szerint van 2 tanár, aki még nyugdíjba megy, most ebben az évben. Ők is ugye érettségi tantárgyakat tanítanak, például matekot, vagy esetleg ugye fizikát, amiből még lehetséges a fizika, vagy hát a érettségi. Ez még ugye csak 2 tanár, de a végzős tanárok is már új munkát keresnek ugye a PET2 és a fizetési problémák miatt. Hát igen, mi a Mi Hazánk mozgalommal megpróbálunk minden olyan számunkra rendelkezésre álló eszközzel felszólalni a gimnázium érdekében és a megfelelő tanítás, megfelelő oktatás érdekében, amivel csak tudunk. A Mi Hazánk ifjének segítségével Dózs Dávid országgyűlési képviselőnk beadott egy írásbeli kérdést a belügyminiszter úrhoz, Pintér Sándorhoz, hogy mégis milyen módon szeretnék megoldani a pár hét múlva, pár hónap múlva esedékes érettségit, hogyha ekkora tanárhiány és ekkora baj. Amint erre a belügyminisztériumtól válasz érkezik, azt be fogjuk mutatni majd a csatornáinkon. Azonban sürget az idő, és valamit lépni kell, mert az itteni diákoknak, az itteni 12-eseknek is megfelelő módon kell érettségizni, hogy a felnőtt életbe átléphessenek. Ha már a kormány nem is, a Mi Hazánk mozgalom meghallotta a tanároknak a segélykiáltását, és beadtuk azt a 45%-os béremelési igényüket a 2023-as költségvetés módosítása során, amely elegendő lenne számukra ahhoz, hogy megfelelő és minőségi oktatást tudjanak biztosítani a diákoknak. Ezen kívül viszont nagyon fontos, hogy a kirúgott tanárokkal kapcsolatban az oltatlan pedagógusok kártalanítását is kezdeményeztük, hiszen őket kizárólag azért távolították el munkájukból, mert nem voltak hajlandóak engedni a zsarolásnak, és kitartottak a saját elvük mellett. Végül pedig egy kéréssel fordulnánk hozzátok, hogyha a ti iskolátokban is előfordul ez a helyzet, vagy hogyha tudtok olyan iskoláról, oktatási intézményről, ahol szintén előáll egy ilyen mértékű, drasztikus tanárhiány, akkor keressetek meg minket az ifeink@mihazánk.hu e-mail címen, amit a képernyőn is láthattok, és röviden írjátok le, hogy nálatok mi a helyzet, hogy tudjunk ezzel a problémával is foglalkozni, hiszen a fiatalok körében legnépszerűbb párt ifjúsági szervezeteként kiemelt felelősségünk van a ti hangotokat eljuttatni a parlamentbe, eljuttatni azokhoz a döntéshozókhoz, akik most jelen pillanatban egyáltalán nem tartják fontosnak, hogy az oktatással és a tanároknak a helyzetével foglalkozzanak.